Köszöntöm nézőinket, önök Völgységi magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom mai adásunk tartalmát képekben. A 175 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek nagymányokon. Pályázati forrásból több projekt is zajlik Cikón. Feljegyzésekből elevenedik meg a nagymányoki sportegylet múltja. A közelgő tavaszi ünnepre számos programmal készülnek a Parhanton. Március 15-ét ünnepelték nagymányokon is az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. Éppen 175 éve annak, hogy a márciusi ifjak kokárdával a szívük felett a világba kiáltották: rabok tovább nem leszünk. Az ünnepi műsort a helyi általános iskolások állították össze, amelyet koszorúzás követett, ez pedig egy díjátadó előzte meg. Nemzeti ünnepünk előestéjén emlékeztek meg nagymányokon az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról a Közművelődési Központ emeleti nagytermében. Fehérvári Tamás, a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, a megemlékezés nem csak tisztelgés a hősök előtt, hanem válaszkeresés is egyúttal. Múltjában él a nemzet, idézhetném az elődeinket. Azt gondolom, hogy aki nem őrzi meg a múltját, emlékeit, tárgyait, gondolatait, családtagjait, felmenőit, az elveszít valamit. És az elvesztés az visszafordíthatatlan folyamat, mert nem fogjuk tudni megtalálni a helyes ösvényt a következő időszakban. Ahogy látjuk, a világ bizonyos értelemben egyre könnyebb lesz, bizonyos értelemben, és itt elsősorban gondolati, eszmei, lelki oldalt mondanám, egyre nehezebbé. Egyre nehezebb emberi kapcsolatot találni, egyre nehezebb barátokra lelni, és egyre nehezebb a jó úton járni. Ezt próbáljuk szerintem mi, és ezt én is próbálom itt a beszédemben hangsúlyozni, hogy előre és hajrá. Ha körbenézünk a világba, óriási problémákat látunk, és mint egy kis sziget meredezik a mi kis csúcsunk valahol Európa közép-déli részén, és próbálunk fönnmaradni a habzó áradatban. Nagyon baljósak a jelek, és azt gondolom, hogy ez az esemény sor már valamikor szinte lezajlott. És nagyon aktuális, hogy most erre emlékezünk. Nagyon kell vigyáznunk Magyarországra, Magyarország értékeire, a magyarságra, magára, a nyelvünkre és a létünkre, hiszen olyan mértékű változásokon megy át a világ, amely figyelmeztető jeleket küld nekünk, és azt gondolom, hogy ha itt egy szikra rossz helyre pattan, vagy valaki éppen bal lábbal kell föl és megnyom egy gombot, akkor nagyon-nagyon csúnya események várhatók az elkövetkező időben. Bízunk benne, hogy nem. Éppen ezért vagyunk mi magyarok olyan optimisták és olyan hittel teliek, hogy azt gondoljuk, hogy ha mi példát mutatunk a nagyoknak, akkor ennek talán lesz hatása. A jövő érdekében ezt kell tennünk, és azt gondolom, hogy a gyerekeink, meg magyarságunk érdekében is alapvető feladat, hogy elmondjuk azt, hogy mit érzünk ebben a történetben. És ha sikerül megállítani majd ezt a vesztében rohanó vonatot, hogy egy ilyen idióta képpel próbáljam ezt szemléltetni, akkor azt gondolom, hogy az a kis tevékenység, az a pár szó, amit én itt el fogok mondani, meg amit közösen teszünk itt Magyarországon, az szerintem segíthet ennek a helyzetnek a feloldásában. Az elnök úr megemlékező beszédét követően a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Ami Pacsirta kórusának ünnepi dalcsokrát hallhatták a megemlékezésre érkezők. Süvegem nemzeti színrózsa, az oktatási intézmény negyedik osztályosai erre az alkalomra szerkesztett műsorral álltak ki a megemlékezők elé. Petőfi elszavarta a versét, nem tett igaz. Na egész jó vagyok, ebből most már biztosan összeáll egy műsor. Az pedig valóban összeállt. A megjelentek nagy tapssal díjazták a diákok által megelevenített, 175 évvel ezelőtt történt 48-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére készített műsorukat. Az esemény alkalmával díjak átadására is sor került. Ilyen még nem volt. Itt egy képviselő felvetésére született az ötlet, és akkor azt mondta, hogy kicsit bővítsük ki, hogy
talán hagyományt jelentő szándék, hogy minden március 15-én az előző évben jelentős eredményeket elért sportolókat díjazok egy kis ajándékkal, oklevéllel. Igazából az egyik hölgyet, azt az egyik képviselő terjesztette fel, és innen jött az ötlet, hogy az ő lőegyletben is lett három magyar bajnok 22-be, hogy akkor úgy gondolom, hogy ők is megérdemelnék, hogy díjazzuk őket, és akkor talán ebből hagyomány lesz. Négy díjat adunk át, van egy magyar válogatottban játszó kézilabdás hölgyünk, és van három magyar bajnokunk lövészetben, aki közül az egyik nagymányoki, a másik kettő pedig nagymányoki színekbe indult. Számomra azok a fontos ünnepek, amikor valakik valamit tettek önmagukért, illetve az országért, illetve a nemzetért, és ezek tényleg fontos ünnepek, tehát 48-56, számomra ez a kettő talán a legfontosabb, és én ilyenkor nem is szeretek beszélni, mert sokszor bele kéne szűrni a saját előéletemet, és az nem, nekem nem megy. Nagymányokváros önkormányzat képviselő testületének határozata értelmében így négy sportoló vehetett át oklevelet előző évi kiemelkedő sport teljesítménye alapján. A sportlövészet területéről Domokos Csenge, Ördög Attila, valamint Boris Zoltán. Töpfner Alexandra kézilabdázó nem tudott részt venni az ünnepségen, így édesapja vette át a díjat. Az ünnepi műsort követően a művelődési ház előtti kopjafánál koszorúkkal, mécsesekkel rótták le tiszteletüket a jelenlévők forradalom és szabadságharc hősei előtt. Cikó több pályázati forrást is megragadott a fejlődés érdekében. A külterületi útfelújítás projekt kapcsán készül el a települést Mőcsénnyel összekötő útszakasz, amelyre közel 300 millió forintot nyert az önkormányzat. Emellett a csapadékvíz elvezetés is megoldódik a településen. Cikó község önkormányzata törekszik rá, hogy a település fejlődése érdekében minden lehetőséget megragadjanak. A felmerülő problémákat igyekeznek mielőbb orvosolni. A hirtelen lezúduló csapadékvíz náluk is komoly problémákat okozott, ezt orvosolja az a 2019-ben beadott pályázat, ami közel 300 millió forintot biztosított ennek megoldására. Az árok nem győzte elvezetni ezt a mennyiségű vizet, kiöntött, és az alsó faluban problémákat okozott, elöntötte az iszap, a házakat, kerteket. Ennek a megszüntetésére adtunk be pályázatot a vízrendezésre. A kivitelezési munkálatok tavaly novemberben kezdődtek el, és ebben a hónapban be is fejeződik. Szinte a település egész részén a települést keresztül szelő pataknak a rendezése történt, és a külterületen is, egészen a Rákpatakig, az a befogadó patak. A külterületen mederkotrás volt, belterületen mederkotrás és részleges burkolás, oldalékfogó gátak épültek, kőgátak épültek, egy pár darab mellékároknak is a rendezése megtörtént. Ezen kívül egy záportározó épült, amely a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz befogadására készült. A hamarosan elkészülő csapadékvíz elvezető rendszer orvosolja azt a problémát, ami többször kényszerítette az önkormányzatot árok karbantartási és iszap eltakarítási munkákra. Az utak karbantartására is igyekszik nagy hangsúlyt fektetni az önkormányzat. Nemrégiben vette kezdetét a Mőcsény felé vezető útszakasz teljes körű felújítása. Külterületi útunk az valamikor a TS üzemhez kapcsolódóan épült, majd az önkormányzat tulajdonába került, egy nagyon rossz minőségi út. Szükségessé vált nagyon a felújítása. Ezt VP-s pályázatból nyertünk erre is közel 300 millió forintot, amiből ki lesz kátyúzva az út. Több aszfaltréteg kerül rá, és a patkázása is megtörténik az útnak, több mint 2 kilométeres szakaszon. Nagyon sokan használják a település lakói, akik a környékbeli településekre, Szekszárdra, Szálkára járnak dolgozni. Ezt az utat használja az iskolabusz is. 3 településről szállítja az iskolásokat és az óvodásokat minden nap a cikói iskolába. A szülők is nagyon sokat használják, akik jönnek különböző rendezvényekre az iskolába. A menetrendszerű buszjárat már nem közlekedik rajta,
egy pár éve az útnak a nagyon rossz minősége miatt. Van több utcánk, ami felújításra szorul, szeretnénk a közeljövőben több pályázatot beadni útfelújításra még. Az idei évben beadunk egy pályázatot a TOP Plus keretein belül rendezvénytér kialakítására. A mögöttem látható területen lenne szabadtéri színpad, mosdók, nyilvános mosdók, öltözők kialakítva, parkosítás, tereprendezés. Egy sportkiadvánnyal ismerkedhettek meg az érdeklődők a Nagymányoki Közművelődési Központban. A szerző, az egykori bánya és körorvos Dimb János Jenő, aki lelkiismeretesen dokumentálta a csapat meccseit, és ezt fia, majd unokája is féltve őrizte a jövő nemzedéke számára, akik most kezükbe is vehették a frissen nyomott könyvet az esemény alkalmával. A Nagymányoki Sportegylet múltja elevenedik meg abban a kiadványban, amellyel nemrég ismerkedhetett meg az érdeklődő közönség. A könyv az egykori bánya és körorvos Dimb János feljegyzéseinek gyűjteménye. Az egylet egykori alapító tagja szívét, lelkét beleadta, hogy a jövő nemzedéke számára megőrizze az 1932-ben 36 fővel indult egylet akkori meccseinek minden egyes pillanatát. A Beozba játszott is, és a Nagymányoki futballcsapat volt a szíve, lelke, és az ő gyűjteménye ezt tulajdonképpen. Apám megőrizte, és én is a halál után. Mind az egylet megalapítója, első alapításban benne volt, hát folyamatosan támogatta a csapatot. Volt egy olyan is, hogy például a Buzánszkit szerződtették abban az időben, idejött egy rövid időre, hát a bánya vezetőség nem találta megfelelőnek, és akkor így a Buzánszki bekerült az aranycsapatba. Ezt később mondta is egy riportba, hogy megköszöni a nagy bánya vezetőségnek, hogy nem tartották itt, mert így a Dorogon keresztül bekerült az aranycsapatba. Sok ilyen emlékek voltak, amit így pici koromban hallgattam. A művelődési ház nagyterme előtt régi fotók, zászlók, újságcikkek és egyéb feljegyzések várták a beszélgetésekkel egybekötött ünnepi könyvbemutatóra érkezőket. A szerző aprólékosan számol be a könyv lapjain minden egyes meccs történéséről. Leírta a saját véleményét minden meccsről, hogy ki volt a jobb, vagy csalt a bíró, vagy hogyan alakult a játék, és ugye megjelent az eredeti újságcikk, akkor az nem mindig egyezett az ő véleményével, vagy csalt a bíró, vagy kinek fújt a bíró, és akkor ezt ő saját kézi erővel kiigazította. És az első meccstől eredeti fotókkal, fényképekkel ezt alá támasztotta meg minden meccsen, ugye ott vitték a drukkerokat, meg volt, amikor finanszírozta a Sárközit, hogy a gólpasszért egy forintot adott neki, ha meg berúgta a labdát, őrúgta a gólt, akkor 50 fillért, és tehát ilyen trükkök voltak abban, hát szerepelt ott végül is. Ez az élete mindene volt a futballat, a Nagymányok, meg a Nagymányok. Ezt apám összegyűjtötte, ő abban a régi állapotban ott valamelyik dombovári könyvkötővel ezt egybe rakta, írt egy előszót hozzá, akkor. És hát ugye ezt egész élete végig úgy őriztem, mint egy kincset. Hát én meg tovább őriztem, hogy mégis bányásznapkor el szokta vinni, mert abban az időben még meg szokott jönni, így bányásznapokra meghívták, és akkor mindig elhozta, hogyha volt rá igény. És hát ugye én is úgy voltam, hogy ha lehet, akkor a fiatalság érdekében ezt egy kicsit előrébb lendíteni, mert hát most otthon a szekrénybe áll ez a dolog, akkor azzal nem megyünk előre. Dr. Klaus Irén házi orvos volt az ötletgazdája és a fő támogatója a könyvnek. Ezután bárki számára elérhető a Nagymányoki Sportegylet történelme. A doktornővel találkoztam, ő nagyon támogatta ezt a dolgot. Meg hát itt azért a falubeliek is többen. Meg apámat rendszeresen fölkeresték ezzel kapcsolatban nagymányokiak, akik még tudtak ezekről, mert ugye ez a korosztály, apám most 100 éves lenne, úgyhogy hát már az a korosztály ugye már sajnos nincs. Meg mi meg hát így unokák már, ugye, mert már mi is 70-kedünk, de már azért nem tudunk annyit. És ez a könyv ez megőrizte ezeket a dolgokat. Dimb János Jenő unokája abban bízik, hogy a jövő generációjának ösztönzésként szolgálhat ez a nem mindennapi könyv.
Aparhant nagygőzzel készül a közelgő tavaszi ünnepre, igyekeznek megmozgatni a falu apraját nagyját. Kézműves foglalkozások, dekorálás, húsvét vasárnap, pedig a már hagyománynak számító fészekrablás várja a helyieket. Az Aparhantra látogatókat igazi húsvéti hangulat fogadja, a falu több pontján is, emellett pedig olyan programokat is tartogat a helyieknek a település, ami erre az ünnepre hangolja őket. Egyrészt, mint a völtség minden településen, így Aparhanton is mindig azzal készülünk, hogy a húsvéti hangulatúvá varázsoljuk dekorációkkal a közterületeket. Emellett már túl vagyunk egy kerámia workshopon, ami múlt hét pénteken volt az önkormányzat épületében. 14 fővel készítettünk húsvéti tálakat. Ezen túl a szakkör, két szakkört is indítottunk a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével. Az egyik a tojásíró szakkör, Barejt Istvánné vezetésével. November óta minden kedden 20 héten át tojásírást tanulhatnak a résztvevők, illetve januártól egy makramé tanfolyam is indult, Lovász Erika közösség szervező vezetésével. Az önkormányzat arra törekszik, hogy az ünnepkörök, így a húsvéti időszak is számos ötletes dolgot tartogasson. A húsvéti dekoráció közül is van olyan, ami az előző évek ötletei mentén született meg, de új díszítő elemeket is fellelhetnek a lakosok. Az önkormányzat dolgozóival közösen találjuk ki, hogy mivel díszítsük ki. Jellemzően az óvoda elé igyekszünk díszeket tenni, illetve itt a mögöttünk látható térre szoktunk díszeket elhelyezni. Általában próbálunk ötleteket meríteni, és akkor a fiúk barkácsolnak, mi pedig a hivatali dolgozókkal festünk, úgyhogy így közös munka eredmény ezek a díszek. Számomra mindig az a legnagyobb öröm, amikor az óvoda előtt a gyerekek simogatják a különböző díszeket, és egyébként pont múltkor jegyezte meg egy lakó, hogy mindig izgatottan várják, hogy milyen újabb és újabb díszek kerülnek ki. A húsvét vasárnap pedig nem csak az otthoni nyuszi fészkekbe tartogat majd meglepetést az ifjaknak. Bankbarej Zsuzsanna képviselőasszony vette át Solymáról a fészekrakás és fészekrablás szokását, ezt most idén már harmadszorra fogja megszervezni a településünkön. Ennek az a lényege, hogy a fészekrakók ugye kisebb ajándékokat helyeznek ki húsvét vasárnap a házuk elé. Egy térkép segítségével a fészekrablók pedig felderítik ezeket a kis fészkeket, és kirabolnak egy ajándékot, de cserébe raknak is be valami kézzel készített kis rajzot, vagy egyéb ajándékot. Nagyon sokan jelentkeznek egyébként, a Facebookon van kifejezetten egy aparhanti húsvét csoport, itt lehet jelentkezni április 1-ig, hogy kik szeretnének rakni fészket, illetve a rablásra is itt lehet jelentkezni. Egyébként teljesen változatos, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, az idősebbek nyilván inkább csak fészket raknak, a fiatalok pedig szívesen rabolnak. Idén például azt próbáltuk meg, hogy egy tojásfát állít, amiben szeretnénk bevonni a település lakóit, úgyhogy szeretnénk építeni a közösséget, és erre igyekszünk mindig kitalálni valamit. A tojásfa első díszeit az önkormányzat helyezte fel, majd arra kérte a helyieket, hogy húsvétig ők is helyezzenek el rajta egy-egy dekorációt, hogy igazi tavaszi pompába öltözzön az IKST előtt található kis fa. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!